Hát onnan is kezdjük. Hát én a Ludalnyi Pista barátomat úgy ismertem, ugye, meg, hogy betért hozzám a fiával valamikor egy éve körülbelül, másfél éve, hogy gyerekkorában hegedült. Elmesélte nekem ezt a szomorú történetet, amit ugye azóta sem tudok földolgozni. Hát a gyerekkorában milyen nagy szeretettel tanult hegedülni, és ugye a kezével történt ez a szóval sajnálatos esemény gyerekként, és hát szóval abba kellett neki adni a muzsikát, tehát ami a élete végül is. És hogy ugye jött neki ez a szerencsés találkozás a muzsikával, amikor az étteremben meghívt ugye a Szászfogú Cigányzenekarnak a kis partiát, a Boros Lajos bácsival, a Lendvai Csócsi Józsikkel, oda játszottak ott nálad, az Ökrös Oszkár, egyebek. Hát és annyira megtetszett neki a muzsika, és elhatározta, hogy hát megpróbálod is magyar nótát játszani, ha már az élet nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy hegedű művészként arasson ugye babérokat, és elkezdett, jött hozzá, segíts nekem, azt mondja, mert elmondta ezt a sztorit, hogy ő ugye járt gyerekkorában, és neki kimaradt az életéből a muzsika, és hát szívem szakadt természetet az első méteren, mert hát ember ugye ilyet ritkán hall, hát amikor elmondtam a Kozma Imre atyának a szorít rögtön. Mert a családi barátom a Máltai Szeretett Szolgálatnak a vezére, ma voltam nála a templomban misén, elmeséltem, hogy a Pista ma jön hozzánk, és mindenképp ma este szeretne vele megismerkedni a Ludányi Pista, és a Kéli Mama értelemben, ha minden igaz, ha ide engedi, akkor mindenképp jön. Hát a zene nekem akkor még gyerekkoromban nem tudtam, hogy az élet örömét fogja jelenteni. Gyerekkoromban ez csak munka volt, meg fölösleges gyakorlásnak tűnő időpocsékolás, de drága szüleim voltak annyira kemények, hogy folyamatosan késztettek arra, hogy gyakoroljak. Hát sajnos ugyan nem sokat beszélve a sérülésemről, de hát nem csak a kézfej szétvágása és két ujjam megbénulása okozott gondot, hanem azt megelőzően fél évvel egy csuklótörés is megelőzte ezt. Úgy látszik, a sors nem akarta, hogy én hegedűvel járjam a világot, de azért most úgy érzem, hogy nagyon komoly kárpótlást kaptam az élettől, hogy egy szinte közember számára elérhetetlen távolságban lévő csodát fogjon a kezébe, és meg is szólaltassa. Hosszú évszázadokon keresztül nagyon sokan muzsikáltak, természetesen javítások, mint ahogy a mester korábban nekem elmondta, vannak rajta, de hát ez természetes, sőt cserékpótlások, mert az évszázadok alatt a hegedű mindenféleképpen használódott, de azok a legfontosabb alapok, amelyeket meg kell, hogy őrizzen egy hegedű, évszázadokon keresztül abban szerencsére nem történt semmi javítási szükséglet. Próbáljuk meg megkeresni a lelkét a hegedűnek vagy a hangnak. Ez a lélek. Akkor valószínűleg erről szól, ugye? Az igazi a hangszer? Hát minden művészet járban. Tehát az, hogy valaki... Át tud menni a fába. Igen, pontosan. Hát amit mondtam, hogy van ez a bácsi, aki azt szokta nekem, de ha rosszul nézek a hegedűre, már nem úgy szól. Tehát ez az a valamit megmagyarázhat. Az valami Istentől adott
dolog, amit nem lehet egyszerűen szavakba önteni. Meri a kezébe adni? A Ludányi Istvánnak is meri? Kön kezdő einander, mit am größte Primas, meine Freund. Und willst du geben deine Geigen? Bisschen testen, ausprobieren. Nagyon szívesen. Ich werde gerne anprobieren, bitte. Lass mich mal ein bisschen zuhören. Hagyd egy kicsit, hogy hallgassa meg a hangját, játsz rajta, és neki megtiszteltetés, hogy játszhat rajta, és nagyon szépen köszöni a szalmaspörköltet. Mert nagyon ízlél. Und skalbe danken, schön, dass dieser Kirsch gulás. A hegedű volt az egyetlen egy hangszer, amit úgy éreztem, hogy az én ujjaim, az én kezem, az én mindenféle idegszálaim erre élesednek. Hát ezt nem adta meg a sors. Nem tört ketté természetesen az életem, mert a házasságom alatt a családomtól nagyon sok biztatást kaptam. Kibírták azokat a próbálkozásokat, azokat a gyakorlások, sokszor szörnyű elviselhetetlen óráit és perceit, amikor kínlódtam a hangszerrel. Le tudtam küzdeni azokat a fájdalmakat, amelyek ennek a sokszor lebénult ujjaknak az újramozdítását jelentette, de úgy érzem, hogy ez a küzdelem megérte, nem csak azért, mert most a kezembe foghatok ezt a divárit, nem csak azért, mert nemes emberek körükbe fogadtak, hanem azért, mert eljutottam talán egy olyan szintre, amivel másoknak örömet tudok szerezni. A zenekarok ugye kikaptak a vendéglátóiparból, az éttermekből. Ez igazi közege, a cigánzenének ott van. Jó, hogy van pódiummuzsik, ugye a száztagú cigánzenekar és a rajkótnak a egyebek. Az igazi közeg az étterem. Az úgynevezett asztali muzsika. Amikor ugye egy jó vacsora után elkezdtek borozgatni, és mindenki elmondta a nótáját, ugye elénekelte a magyar ember. Tehát ez csak ilyen helyen lehetett, ugye, mert a pódiumon ugye másfajta muzsikát kell játszani. A Pistát körülbelül 4-5 éve ismerjük. Egy ilyen hirtelen felindulásból oda mentünk hozzá játszani, a kedves feleségével bejött, és a lányával, a gyönyörű szép lányával, Radival, és egy nyári napon a kerthelyiségbe vacsoráztak. Aztán játszottunk nekik, és mondta, hogy ő is hegedű. Hát mondtuk neki, hogy hol a hegedűje. Ő mondta, hogy hát itt ki van a kocsiban. Mondta neki a primásunk, hogy hát vadász puska nélkül nem járkál, és rögtön behozta. Ez egészen beszédes kép, ami itt fogad bennünket, hiszen kevésszer beszélünk arról, hogy az élet legközpontibb eszköze az asztal. Az asztal az, amely összegyűjti az embereket. Akiket egy asztalhoz ültetünk, azok összetartoznak. Hiszen akkor, amikor az ember kinyitja az ajtót, és asztalt terít, akkor ez azt jelenti, hogy ahhoz az asztalhoz mindenki meghívott, és annál az asztalnál mindenkinek helye van. És én azt hiszem, hogy ezen a gyönyörű estén, amikor ennél az asztalnál ülnek itt koreaiak, ül egy cigányházas pár, ül egy fiatal, zseniális művész, aki Venezuelában nőtt fel, akkor vannak itt szentesiek, budapestiek. Ez az életről szól, ami itt ma történik, mert mi emberek egymással összetartozunk, és egymással közösségben vagyunk, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb üzenete az életnek, mert az ember nem tud egyedül élni. Nem tudunk kiszakadni a közösségből. Tudomásul kell venni azt, hogy egymásra vagyunk bízva. Egymásra bízott bennünket az Isten, és annyi életünk van, amennyit egymásnak ajándékozunk.